láttam a falusi környezetben azokat az eszközöket, a különböző használati tárgyakat, fából készült gazdasági eszközöket, amik fontos célt szolgáltak abba a környezetbe és abba a gazdálkodási formában. Az állatgondozás, a csorda kijárása, a erdőmunkák, amit ugye láttam, hogy hogy végezni, aratás, csépelés, ugye háznál végzett tevékenység, mind-mind közösségi munka volt. Ha most kinézek innen a műhelyem ablakából, vagy a cserszegi háznak az oldalából, akkor pontosan arra a részre látok rá, annak a községnek, Egregynek, az Árpád-kori templomra, ami begyökerezik az én ismereteimnek a világa és a szeretete. Kultúrosként a gyárba, mint szakszereti vonalon tevékenykedve, fiatal tanuló gyerekként, vagy később már szakmunkásként, üzemnek a kultúros tevékenységével foglalkoztam. Elkezdtek kiírni különféle népművészeti pályázatokat, amire én szalmával kezdtem el pályázni. Azt tanácsolták nekem, hogy keressek valami olyan foglalatosságot, ami helyettesíteni ezt a bizonyos képi kultúrát, és másképpen tárgyasul meg. Na, ekkor ugrott be nekem az a dolog, amit mondtam, hogy Egregyen a gazdaságban ugye rengeteg faeszköz meg egyéb volt. Na, mondom, akkor megpróbálkozunk a faragással. Először csak egy bizsókkal vagy egy kis késsel, magam készített kis késsel kezdtem kisebb tárgyakat készítgetni, hogy kipróbáljam magam. A Balatoni Múzeumnak volt a legnagyobb és a legszebb pásztorművészeti vagy hagyományos néprajzi gyűjteménye. Bementem a múzeum raktárába, és nekiálltam, kifotóztam szó szerint a pásztorművészeti anyagot, amit engem érdekelt. És ezt az anyagot kezdtem aztán magamévá tenni, hogy a tárgyakon ezeket a díszítésmódokat, ami ott megjelenik, ezeket örökítsem meg, vagy gyakoroljam ki. És egy bizonyos idő után, ugye eznek a szép kultúrának, vagy díszítés technikának az anyaga egy kicsit átlényegül az alkotóba magába. És ennek kapcsán egy egyénisége, vagy egyéni alkotási formája jelenik meg a tárgyon, ami megismerhetővé teszi a szemlélő számára. Tehát aki foglalkozik ezzel a területen, az megnéz egy tárgyat, és azt mondja, ezt a Berecki Csaba készítette. Mi a lényege ennek az egésznek? Az én számomra az, hogy egy közösségi munka tud olyan hatalmas erőket megmozgatni az egyénekbe, a személyekbe, hogy egy ilyen erőfeszítésbe részt vesz, és föltöltődik azáltal. És amikor visszavonul a saját munkájához, vagy a saját tevékenységéhez, plusz erőket szabadít föl. Olyan pontokat tudtunk elhelyezni az ország különböző helyein, ahol máighatóan ez a tevékenység, amit az a fiatalok népszerű stúdiójában elkezdtünk, az valahogy szárba tudott szökkenni. A régi rendszerben gyakorlatilag megpróbálták sablonszerűen bele sorolni az embereket, vagy bizonyos területekbe, ugye, ami az ő céljaiknak legjobban megfelel. Ugye ezzel mi szembe mentünk, mert mi egyszerű dolgokat csináltunk. Tehát én is egyszerű dolgokat csináltam. Zeldik Jóska volt ugye a táboroknak a vezetője Tokajba, Péterfi Laci volt a művészeti vezetője, de járt ott Bakovec Imre, járt ott Csete György, Nagy László, tehát nagyon sokan, akik aztán már a szellemi vonulatát is fel tudták mutatni számunkra ennek a kultúrának. Megalakult a fiatalok népművészeti stúdiója, az ott résztvevőkben megfogalmazódott ez a gondolat, hogy jó lenne nem csak egy központi szinten dolgozni, hanem kiki a saját életterébe, vagy a közösségén belül indítson el egy ilyen dolgot, és szerveződjenek.
Nem tudom, mi ez a késztetés, ami engem erre késztet, de rögtön az volt a vágyam, hogy ezt továbbadjam. Élő része ez a Gébarti ház az én életemnek. A fafaragó táboroknál, képzéseknél való megjelenés, és az utóbbi években pedig a sírjelpark létrehozása kapcsán a táborok vezetésébe nagyon aktívan kapcsolódtam be, és egy gyönyörű szép dolgot tudtunk létrehozni itt a kis erdőbe. Végig mentünk egész Magyarország térképén, és 5 éven keresztül a táborainkba fejfa rekonstrukciókat készítettünk. Olyan szintű a megfertőzöttségünk foka, hogy mi ezt életcélnak fogjuk föl, hogy egy közösséget folyamatosan működtessünk. Örömteli, hogy hál' ismerik az embert, de úgy gondolom, hogy nem ezért tevékenykedünk. Sokkal inkább fontos az, hogy önmagunk számára megteremtsük az alkotásnak azt a folyamatát, amiben ki tudunk teljesedni.